a neve sem igaz. Nem így hívták. Úgy született, hogy Johannes Christostomus Wolfgangus Theophilius Mozart. A szülei a Wolfgangot használták, Wolfer becézéssel, volt a 7 gyerekük, 2 maradt életbe, és volt egy nővére Mozartnak, aki Marian volt, és az meg Nanner. Pénteken délután 6-kor kezdődött egy előadás a Kalocsai Kortárs Művészeti Klubban, melyet a Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola oktatója tartott. Itt a résztvevők egy kisebb zenetörténeti bemutatón vehettek részt. Legnagyobb magyarok, mint Székely Mihály például, őtől hallgatunk részletet, vagy Lakatos Györgytől hallgatunk részletet, de csak így kivetítve. Mozart életének a vidámabb, vagy a kevésbé ismert részéről beszélek majd én, és közben zenét hallgatunk, ez körülbelül egy óra. A műsoron nem csak a művész munkásságáról és életéről esett szó, hanem utazásairól, divatmániájáról, és próbálták bemutatni a kevésbé ismert oldalát. A bemutató végén a hallgatóság számára meglepetésre is készültek a szervezők. Aki ismeri az egyéniségemet, tudja, azt tudja, hogy általában vidámabban, nyitottabban bele lehet szólni. Szóval nem olyan halálkomoly, mint egy egyetemi előadás, de azért sok információ hangzik el benne, és csak az értékre koncentrálunk, csak az értékeknek a vidámabb oldalára. Szoktunk itt a klub olyanokat csinálni, hogy a jelenlevők bedobják a nevüket egy kis kalapba, és kihúzzák, kisorsolnak például egy festményt, vagy egy ikont, vagy egy fotót, de hát én nem vagyok se festő, se fotó, se semmi, és akkor vettem Mozart csokit, és akkor azt fogunk a végén kisorsolni, mint egy tombolaszerűen. A folytatásban, február 16-án, pénteken, Tordjik Tamás, Mesztelen igazság, szelvények az erotikus magyar irodalomban lesz a témakör.